A Halloweenre szánt dísztökök nem ehetők, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ugyan október végén egyre népszerűbb ennek a fajtának a faragása, de fogyasztása már kis mennyiségben is komoly rosszulétet okozhat. Nem szabad összetéveszteni a sütőtökkel, ami viszont finom téli csemege. Olyan nagyra nőtt ez a nagydobrosi sütőtök, hogy csak fűrésszel lehet elvágni. Termelője 30 éve foglalkozik töktermesztéssel és eladással. Lukács Lajosné azt mondta, az egyik legelterjedtebb fajta olyan óriásira is megnő, hogy csak szeletekben lehet eladni. Mi a hagyományos nagydobosit termeljük, meg ezeket az Ibiza, ami hasonlít a baby tökhöz, de édesebb, finomabb. Hát ezek a tökök meg különböző nagyságúak van. 15 kilós is, meg van 5 kilós is benne. A sütőtök, vagy más néven télitök, a kobakosok családjába tartozik. Íze édes, formája és színe lehet narancssárga és kerek, hosszúkás vagy szögletes, kékeszöld, szürke és akár fehér héjú is. A Halloween tök viszont szinte mindegyike nagy, narancssárga színű és díszítésre kiválóan alkalmas. A 2-3 kilós fajtáktól a 9-18 kilósakig kapható Magyarországon. A Halloween tök emberi fogyasztásra alkalmatlan, iskolák, óvodák viszik Halloweenre, kifaragják, túl sokat nem adunk el belőle, de azért viszegetik az emberek, ennek is van egy hagyománya. A kisméretű dísztökök is igen dekoratívak. Sok keserű anyagot tartalmaznak, ízük kellemetlen és akár mérgező is lehet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy közleményt is kiadott, amelyben mindenkit figyelmeztetnek, hogy a dísztökök nem ehetőek. A Halloween tök sajnos mérgező zömbe, erre nagyon vigyázni kell táplálkozásnál, ezt a tököt nem szabad felhasználni táplálkozásra. Sütőtök az egy régi magyar sütőtök is van, ami későbbi időszakban szokott térni. A fagyok után, mikor a dér megcsípi, akkor ízletes, egészséges táplálék. Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztenek sütőtököt. Mivel a tökfélék családjába csak nem 900 faj tartozik, ezért körültekintően kell választani, ha étkezési célra szánjuk a zöldséget.